Az energiaválság hatásai nem csak a háztartásokban érezhetőek, de nehezített feladat elé állítja a közművelődési intézmények közül azokat, akiknek nem kell az ajtót becsukni a következő időszakban. A Babits Kulturális Központ arra készül, hogy bár az eddigiekhez képest visszafogottabban, mégis az ünnepi előkészületekhez méltó programsorozat találjon a szexádiak és az érdeklődők elé. Annyi történt, hogy egy kicsit a helyszín módosult, illetve racionalizálni kellett költség szempontból is, egyszerűsíteni, illetve csekélyebb költségvetésű programokat kellett összeállítanunk. Az első gyertyák már felgyulladtak az adventi koszorún, és ezzel kezdetét vette az a 3 hetes programsorozat, melyben országos hírű előadók és helyi civil csoportok egyaránt lehetőséget kapnak a bemutatkozásra. Mindenképpen fontosnak tartottuk a város vezetésével együtt azt, hogy még ebben a nehéz helyzetben is egy kis örömöt, egy kis fényt kell vinni az éjszakába, szó szerint is, és ebben a helyzetben még nagyobb szükség van az embereknek arra, hogy egy kis lelki feltöltődésre készüljenek a karácsonyra. Ennek érdekében mi egy elég gazdag program sorozatot tudtunk összeállítani, itt hétvégén nagy koncertek, gyermekműsorok, nagyon híres fellépőkkel olyan színházi előadások is megvalósulhatnak, amelyekről örömmel mondom el, hogy már teltházasak, szinte valamennyi hétvégén. Szintén nagyon fontos és nagyon örömteli lehetőséghez jutottunk a Kulturális és Civil Bizottság támogatásával, hogy a Művészetek Házában azok a szexádi kórusok adhatnak ünnepi hangversenyt, amelyek az előző 20 évben vagy 25 évben ezeket a ünnepi koncerteket mindig megtarthatták. A mostani rendezvénysorozat létrehozása az összefogás ünnepe, mondta Berlinger Attila. Nehézségben derül ki, hogy azok a partnerek, akik összetudnak fogni, azok akkor is sikerre tudnak juttatni egy-egy történetet. Itt az advent időszakban is a mentálhigiénés műhely, a humán szolgáltató központ, a 7100 a szexád a városom, illetve sok-sok egyéb más partnerrel, a mi saját csoportjainkkal együtt állítottuk össze ezt a programot. Mindenki hozzátette, ki anyagilag tudott segíteni, ki programszervezésben, ki az önkéntes civil munkájával, és azt gondolom, hogy minden áldott nap egészen december 23-áig itt programok várják az erre látogatókat. A Babits környékét is próbáljuk egy picikét ennek hangulatát feldíszíteni, egy szép karácsonyfát találhatnak itt a főbejárat előtt az erre látogatók, és a műsor is itt a főbejárat előtti kis fedett területen valósulhat meg, meghitt hangulatban, minden délután olyan általában 16-16:30 körül kezdődnek ezek a programok. Másodikán nyit a, úgymond a karácsonyi vásár, nevezzük ennek, ez is egy picit talán szerényebb méretű, mint mondjuk néhány évvel ezelőtt volt, de azért több mint 10 árus örömmel vállalta a megjelenést. Itt a sétányon, a Babits előtti fasor részén fognak kitelepülni azok az árusok, akik kimondottan karácsonyi portékákkal, megfelelő ajándékokkal, forralt borral, minden finomsággal várják az ide érkezőket. A kulturális programsorozat mellett az elmúlt évek szokásainak megfelelően jótékonysági kezdeményezés is indult. Itt kiemelném ebben a Humán Szolgáltató Központtal közösen meghirdetett cipős doboz akciónkat. Ugye ez is egy olyan országos jótékonysági akció, amelyben Tolna megyei szexárd is hosszú évek óta kiveszi részét. Arra biztatjuk a városlakókat, hogy egy cipős dobozba készítsenek össze olyan ajándékokat, lehet ez akár élelmiszer, lehet ez játék, lehet ez bármi olyan, ami egy-egy rászorult családnak szebbé teheti a karácsonyát. Ezeket mi gyűjtjük egészen december 16-áig, és akkor aznap délután pedig közösen, ez tavaly is, ha jól emlékszem, több száz doboznyi ajándékot jelentett, aznap délután fogjuk átadni város vezetésével és a Humán Szolgáltató Központtal közösen. Lesz még egy jótékonysági akciónk, ami az elmúlt napokban derült ki. Az egyszülős központ is megkeresett bennünket, ez is egy országos program sorozat. Ez azt jelenti, hogy az egyedülálló szülők, akik egyedül nevelik gyermekeiket, az ő karácsonyukhoz is egyfajta gyűjtési akció indul. Ez a budapesti központ, ez az egyes megyékben úgymond egy-egy nagykövetet helyez ennek az akciónak az élére, és itt örömmel tudósítjuk, hogy delegált Gábor úrral, aki a Magyar Olimpiai Bizottság Fair Play Bizottságának a főtitkára, közösen meg tudtunk állapodni, hogy egy nap alatt cipős doboz akció előtt, december 15-én egy másik, úgymond ilyen karitatív és a családoknak sokat jelentő akciót fogunk itt a Babitsban megvalósítani. A hétvégékre időzítették a szervezők a különlegesebb programokat, itt találkozhatnak a nézők többek között Zoránnal, az Urban Verbunkkal, Falusi Mariannal és barátaival.
A tervek szerint lesz szilveszteri batyús bál is a házban. Mindezek mellett a meghirdetett előadásokon és a mozi folyamatos üzemeltetésén túl hosszabb karácsonyi szünet vár a műfázra. Az újévi koncertet el fogjuk halasztani, egy kicsit megtörjük a hagyományt, bár nem minden évben volt január 1-én, ebben az évben a rezsi árak emelkedése miatt, az energiárak emelkedése miatt egy picit hosszabb karácsonyi szünettel tervezünk mi is. December 22-től január 12-ig bezár a ház. Mozi és a meghirdetett előadások természetesen meg lesznek tartva, de maga az újévi koncertet nagy valószínűséggel január 15-én fogjuk tudni megtartani, ez is még szervezés alatt áll. Amennyire erőnkből és lehetőségeinkből telik, mindent elkövetünk annak érdekében, hogy a karácsonyvárás hangulata, a feltöltődés időszaka ünnepélyessé és vidámmá sikeredjen, mondja Berlinger Attila. És bár tudja mindenki, hogy egy nehéz időszak előtt állunk, a magunk részéről mindent megteszünk annak érdekében, hogy minden ide látogató megtalálja a kedvére való programot.